Én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de a tanulást soha nem érdemes abba hagyni. Manapság nagyon gyakran halljuk az élet hosszig tartó tanulás fontosságát, és én azt hiszem, hogy ahogy valahol 6-7 éves korban, valójában még korábban elkezdődik ez a nagy leckekönyv az életünkben, nincs az a felső határ 60-70, egészen 100 vagy a ha az Isten úgy adja, hogy ne tanulhatnánk, Ma például a 19. Zsoltár segítségével járjuk azt az egyetemet, amit Isten alapított. A hit tudósait nem mások, mint doktor Fűszál, vagy felhőprofesszor, vagy doktor Napsütés, a természet. De mire tanít minket a 19. Zsoltár? Hallgassuk meg! A karmesternek Dávid Zsoltára Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezemunkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd, nem hallható a hangjuk, mégis elhat szózatuk az egész földre, és szavuk a világ végére. Sátrat készített ott a napnak, amely olyan, mint egy vőlegény, aki a szobájából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy pályáját futhatja. Elindul az ég egyik széléről, s fordulása a másik széléig tart. Nincs semmi, ami elrejtőzhetne heve elől. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyságtétele bizonyos, bölcséteszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelmet tiszta, megáll mindörökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. A titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgádat az önhitségtől is, hogy ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen leszek, és sok vétektől tiszta. Legyenek kedvedre valók szám mondásai, és szívem gondolatai legyenek előtted. Ó, Uram, kősziklám, és megváltom. A 19. Zsoltár négy híres Zsoltár csoportjába tartozik, az úgynevezett törvény vagy tóra Zsoltárok közé. Az első, a 111. és a 119. Zsoltár mellett. A 19. Zsoltár az a csodálatos Zsoltár, amelyik az Isten törvényéről, az emberi világ rendjéről a maga egyszerű nagyszerűségében ír. Rögtön, ha megnézzük az első verseit, ahogy felemeli az ember tekintetét a Zsoltáros. Valóban felemeli, mert azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, az égboltozat az, ami hirdeti az Isten keze munkáját. Nézzük csak meg a nappalokat, vagy az éjszakákat, ahogy váltják egymást, átadják a stafétabotot, jelentést adnak egymásnak, miközben nincs szó sem beszéd, mondja a Zsoltáros a negyedik versben, mégis éjjel-nappal az egész teremtett világ, az Isten nagyságáról, hatalmáról, élet törvényéről beszél. Nagyon különleges ez a Zsoltár, már azzal is, hogy megszemélyesíti az égi testeket, ahogyan jelentést ad ezeknek a néma tanuknak, amelyek mutatják az évszakok változását, a napok múlását, mutatják az ünnepeket, ahogy Isten Mózes első könyve első és második fejezeteiben megteremtette a világot. Ahogy a napsütésről beszél, a felkelő napról, amely mint egy vőlegény dicsőségesen jön ki, delel, örvend, mint egy hős, majd visszatél az ég másik szélére. Ugyanakkor nincs semmi, ami elrejtőzhetne heve elől a természet világát érdemes tanulmányozni. Az az ember, aki forgatja ezt a könyvet, sokkal gyakrabban fedezheti fel az Isten gondoskodását, az Isteni szeretet sokféleségét, de ami talán itt ebben a Zsoltárban még hangsúlyosabb, az Isteni bölcsességet. Azokat a szabályokat, azt a rendezett információt, ami a mai napig lenyűgözi a tudósokat, és miközben egyesek nem látnak ebben más, csak természeti törvényeket, amelyek véletlenszerűen jöttek létre, a gondolkodó ember nyilvánvalóan eszébe veheti ezeket a dolgokat, és forgathatja a szívében, hogy talán a rend a semmiből a véletlen folytán mégsem születhet meg. Talán az ember számára mégis van azon mit elgondolkodni, hogy csodálatos rendszerek jöttek létre hogy a földi bolygónkat az a vékony kis élet tér, ami körbeveszi, teszi kék ki ezt a bolygót, és mutatja az élet jeleit minden szintén, szintjén a természetnek, az erdőkben, <kül> a vizekben, az egész teremtett világban, az állatvilágban, az öntudatlan teremtményekben, nem is beszélve a gondolkodó döntést hozó emberről. Szóval a teremtett világ az Isten nagy képes könyve, az Isten nagy tudás forrása az ő bölcsességéről, az ő szeretetéről és az ő törvényeiről. Azonban nagyon érdekes, hogy mikor már-már elkezdeni az ember a természetet imádni, mert hogy nyilván különleges az az ókori világ, amiben a 19. Zsoltár megszületett, amikor az Izrael népét körülvevő népek mindegyike, szinte mindegyike természeti erőket, vagy elvont Isten képeket imádott amikor a napról ír, amelyik az ő hatalmával mindent felmelegít, akkor egy korabeli pogány gondolkodónak, vagy báványimádó más hitű embernek eszébe juthatott a saját vallása. Eszébe juthatott, hogy magát a napot imád, igenis van okunk. A teremtett világ az lenyűgöző, tehát imádjuk a teremtményeket, akár az embert, önmagát is. Azonban a Zsoltáros nem áll meg itt. A folytatásban a nyolcadik verstől áttér a summázásra. Mindez hogyan működhet így? Minek köszönhető? Mi az oka a teremtett világ csodájának? Az Úr törvénye tökéletes. Az Úr bizonyság tétele biztos, rendelkezései helyesek, parancsa világos, az Úr félelme tiszta, ítéletei változhatatlanok. Az Isten neve az első hét versben összesen egyszer szerepelt. Jahve az életadó. Itt a következő versekben a Zsoltán második felében nem kevesebb szer, mint hét alkalommal olvashatjuk. Különleges ez a szám, hiszen a Bibliában a teljesség száma. Az Isten tökéletes jelleme, tökéletes szeretete. És az a tökéletes rend, ami ezt a világegyetemet igazgatja. Annak a kinyilatkoztatásnak a gyümölcse, amit Isten a természeten túl adott, a teremtett világ nagyszerű csodáin kívül adott az ember számára. Az ő törvényét, az ő beszédét, az ő írását, a kinyilatkoztatást, az ő bizonyságtételét, rendelkezéseit, parancsait. Azt olvassuk itt a <kül> Zsoltárban, hogy ezek megelevenítik a lelket. Az Istennek nem csak akkor volt teremtő hatalma, amikor napot, holdat, vagy a föld benépesítését kellett létrehoznia vagy megteremtenie, hanem azt olvassuk, hogy az Isten törvénye, amely megalkotta a világot, a mai napig ugyanúgy munkálkodó hatalmas erő az ember számára. Isten ajándéka az Isten beszéde, az Isten kinyilatkoztatása, amely megeleveníti a lelket. A neves természettudós Francis Bacon mondta egyszer, illetve írta az egyik írásában, hogy az ember két legfontosabb tankönyve, az egyik a természet, ahogyan Isten megteremtette a világot, a másik pedig a Biblia, amiben az Isten leíratta, megiratta mindazt, ami fontos a számunkra. A betű és a látvány, a teremtett világ és a megfogalmazott gondolatok. Mert Isten törvénye, amikor ezt olvassuk, nem egy puszta törvénykönyvet jelent, hanem a jó gondolatokat, az összefüggések értését, azt, hogy az életben megismerjük azokat az alapelveket, amiken keresztül a saját életünket megérthetjük, a saját magunk működését, hogy mit jelentenek azok a gondolatok, és milyenek azok a gondolatok, milyen az a gondolkodás az ember számára, ami az életre visz. Isten élet átformáló erőd biztosít az ő igényében, az ő beszédében és az ő törvényében az ember számára. Amikor Isten átadta Mózes által a tíz parancsolatot Izrael népének, akkor nem pusztán egy népnek adott törvényt, hanem azt szerette volna, hogyha maga az ember kapná újra kézbe, és Izrael majd megosztaná a többi népekkel az egész földön, hogy mi Isten szerint az élet törvénye. Amikor az ember ezt tanulmányozza és olvassa, amikor a természet nagy tankönyve mellett belenéz a szentírás összefüggéseibe, tanításaiba, Jézus Krisztus hegyi beszédébe, Pálapostolnak a szeretet himnuszáról szóló leírásába, vagy más ilyen neves igerészekbe, akkor az ember útravalót kap, muníciót kap a helyes gondolkodáshoz. Hogy rájöjjön arra, hogy ezek, hogy a mondja a Zsoltáros, kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is. Mennyi-mennyi kincsel vesszük magunkat körül? miközben nem vesszük észre a teremtett világ csodáit, vagy éppen nem nyitjuk meg az Isten levelét, amit nekünk írt az ő igényében. Azt is mondja az ige, hogy az édesebbek a méznél az ő törvényei, még a csorgatott friss méznél is. Milyen táplálék, milyen erőforrás, milyen energia rejtek az ember számára, amiből mindig meríthet az ember, ami megeleveníti a lelket, ami bölcsé teszi az együgyűt. Az Isten gondolatai egyszerűek. És bár nem mindannyian vagyunk feletté bokosak, vagy nem volt lehetőségünk, hogy különböző magas szintű tanulmányokat folytassunk, aki megismeri az Isten beszédét, arról azt olvassuk, Isten bölcsét teszi. Isten megerősíti az ember értelmi képességeit, hogy az ember tudjon jó döntéseket hozni. A jó döntések pedig ott születnek belül az ember szívében. A Zsoltár utolsó versei már erről szólnak. Tulajdonképpen ez a Zsoltár, ez a gyönyörködés a teremtett világban és az Isten beszédében egy imádsággal fejeződik be. Maga Dávid megszólítja Istent, és fejét meghajtva mondja el neki, hogy számára is figyelmeztetőek voltak ezek a tanítások, az ő beszéde és az ő teremtett műve. Szolgádat is figyelmeztetik ezek, ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Majd a 13. versben a Biblia egyik legmélyebb, és a Zsoltárok könyv egyik legfontosabb kérdését olvashatjuk, ahogyan az Isten elé járuló ember, aki csodálta Isten nagyságát, teremtő, bölcsességét és szeretetét a természetben, majd meghajtja fejét, amikor az ige egyszerű tanításain keresztül tükröt kap az Istentől maga elé, felteszi a kérdést, kiveheti észre a tévedéseket ez Dávid imája, így folytatódik. A titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Milyen nagy kérdés ez? Ki veheti észre a tévedéseket? Istenem, ha te mindent ilyen jól megalkottál, és így gondomat viseled, akkor ugye, ugye segítesz abban a legnagyobb kérdésben is, hogy hol rontom el a dolgokat az életben. Vajon mi az, amit más, hogy kellett volna, de, arra ott van a te kegyelmed, mert megígérted, hogy elfogadsz engem, de hogy lehetnék más ember? Ki veheti észre a tévedéseket? Te, aki mindent látsz, te, aki megalkottad a naprendszert, a világegyetemet, aki életet adtál a földön, ott belül, legbelül a szívemben, a te törvényeddel. Kérlek, legyél a segítőm, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgádat az önhitségtől, hogy ne uralkodjék rajtam. Milyen érdekes a kétféle hit. Hit Istenben, vagy önhitség. A Zsoltáros Dávid rögtön rájön a következő pontra. Élete minden rossz döntése valahol abból fakadt, hogy elengedte a nagy teremtő kezét, a szerető atya karját, és önhitséget választotta hit és a bizalom, az Istennel való együttjárás helyett tarts távol szolgádat az önhitségtől. Legyenek kedvedre valók számmondásai és szívem gondolatai, legyenek előtted. Ó Uram, kőszik lám és megváltom. A tiszta, ragyogó, csillagos vagy napos vagy felhőségre feltekintő ember a világegyetem rendjén elgondolkodva belelapoz a Bibliában, ahol, Bibliába, ahol találkozik az atyával, találkozik Jézus Krisztussal, a kősziklával, a megváltóval. És az ő tekintete egyszerre reménységgel és egyszerre alázattal Istenhez fordul, Istent keresi, és egy döntéssel, egy imakéréssel szólítja meg az Istent. A titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Te, aki ismered az emberi tévedéseket, hogy hol születnek meg a gondolatokban, Tarts távol szolgádat az önhitségtől. Taníts meg te benned bízni, egészen te benned bízni, nagy, erős hittel terát hagyatkozni, hogy számmondásai és szívem gondolatai helyesek, jók legyenek. Uram, kősziklám és megváltóm. Az Isten adja nekünk, hogy napról napra az ő iskolájában rácsodálkozva az ő bölcsességére, szeretetére és hatalmára. Ezekkel a mély és őszinte kérésekkel tegyük őt barátunká és szövetségesünké. Úgy legyen.